Péter Dávid történelem angol szakos tanár, egy 30 fős csapat osztályfőnöke, a diákok kedvence, az iskola központi figurája. A mai történelem óra témája Mátyás, a reneszánsz uralkodó tevékenységei, az utókor Mátyás képe. Sziasztok! Ez itt az érettség 2017, ahol ha szerda, akkor történelem, és a mai nap még a június végi szóbeli érettségre készülünk. A mai nap egy olyan témával készültünk, ami hát minden érettségén szóba kerül, az írásbeli is általában, de a középszintű szóbeli érettségiken ez egy nagyon közkedvelt téma. Nézzük is meg, mi a tétel kiírása. Mutassa be Mátyás a reneszánsz uralkodó tevékenységét a források és ismeretei alapján. Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki. Mátyás hatalomra kerülése, uralmának megszilárdítása, a kül- és belpolitikai elképzelései, végül pedig az utókor Mátyás képe. Ugye ez tehát a három feladatunk, de még mielőtt a feladatunkat elvégeznénk, ne felejtsétek el, hogy nagyon fontos térben és időben elhelyezni a témát. Ja, a térben helyezzük el, akkor itt hát Közép-Európa adja meg a tágabb teret, és a szűkebb tér természetesen a középkori Magyarország, de hát nyilván, mivel ugye külpolitikáról is van szó, ezért azért az ország határain túl is kell gondolkodni. Ha az időbeli elhelyezésről beszélünk, akkor pedig hát igazából ugye Mátyás hatalomra kerülése 1458, egészen az ő haláláig 1490-ig ez adja meg az időbeli keretet. De természetesen ugye 1458 az ő trónra kerülésének az időpontja, még mielőtt belekezdenénk a témán kifejtésébe, látogassunk el Kolozsvárra, az ő szülőházához. Az elöljáróság 1740-ben megvásárolta az épületet, de nem nagyon bántak vele jól. Először kórházat rendeztek be benne, később börtönni alakították át, ma pedig a Képzőművészeti Egyetem működik Mátyás király szülőházában. Az 1887-ben Kolozsvárra látogató Ferenc József meg is rótta a várost, amiatt, hogy nem ápolják méltóan a nagy király emlékét. És csak ezt a királyi feddést követően helyeztek el a házfalán emléktáblát 1889-ben, majd ezután 1902-ben állították fel a Székesegyház mellett Fadrusz Jánosnak a párizsi világkiállításon nagy díjat nyert Mátyás szobrát, amelyet most már elég jó ideje állványerdő borít. Az emléktáblákról azonban még el kell mondani, hogy ez itt a magyar nyelvű, rajta a hibás születési időponttal. A másik oldalon viszont van egy, amelyik román és angol nyelven közli, hogy itt született a román Korvin Mátyás, aki aztán később a magyarok királya lett. Az első feladatunk, amint azt láttuk a tétel kiírásánál is, ugye Mátyás hatalomra kerülésének és hatalmának megszilárdításának a bemutatása. Egy igen komplikált helyzetben kerül hatalomra Mátyás, amit azt látni fogjuk a forrás kapcsán is. Nagyon sok mindennel kell megküzdeni annak érdekében, hogy aztán majd végül már a Szent Koronával meg tudják koronázni őt, és így aztán valóban minden szempontból Magyarország királya lehessen. Túróczi krónikájából való a szöveg, természetesen, ugye Túróczi az egyik legfontosabb forrás, hogyha Mátyásról beszélünk. És akkor nézzük is meg, azt mondja, ugye ez a király uralkodásának kezdetén a nemesektől felforgatott országot kapott örökül, ugye ez az első szempontunk, a nemesektől felforgatott ország, és nyilván ugye itt most nem tudunk belemenni a részletekbe, de itt arra kell gondolni, hogy van ez a bizonyos ugye Garai-Cillei probléma. Nyilvánvalóan ez a helyzet, ez a Cilleiék körül kialakult helyzet azt is jelenti, hogy az országban természetesen különböző bárói családok különböző módon pozícionálják magukat, és ennek okán aztán az a problémája Mátyásnak, és az a feladata, hogy ezt a helyzetet valahogy konszolidálja, és az ő hatalmát megkérdőjelezhetetlenné tegye. Nézzük tovább a forrást. Uralkodásának első éve idején hatalmas harcban szétszórta a törökök óriási seregét, tehát van egy külpolitikai vonatkozású helyzet. Ugye a törökök azért is fontosak, mert ugye innentől kezdve ők már támadják folyamatosan Magyarországot és a déli végvárrendszert, ugye az első végvárrendszert, amit még Zsigmond épít ki, és a nagy feladat az, hogy Mátyás milyen politikát fog majd folytatni a törökkel szemben, meg tudja állítani. Az uralkodásának első időszakában tehát sikerül megállítani a török előretörés, de persze a török probléma ezzel még nem fog megszűnni. Ugyanezekben az években erővel és okossággal megzabolázta és semmivé tette Frigyes római császár nagyra törő vágyakozását. Ugye harmadik Frigyesről van itt szó, német-római császáról, és ugye itt a kérdés az alapvetően, hogy mi lehet ez a nagyra törő vágyakozás. Hát ez persze nem más, mint hogy
A kegyvesztett garai família elkezd szervezkedni ugye Frigyessel, a német-római császárral, annak érdekében, hogy Frigyes legyen az uralkodó, ne pedig Mátyás, és hát vegye Frigyes magához a magyar koronát, illetőleg hát a trónt, hiszen a korona az ugye nála van, és meg is indul Frigyes egy hadsereggel Magyarország ellen, de aztán Mátyásnak sikerül visszaverni a körmendi csatában a betörő sereget, és ezzel végül is Frigyest így módon sikerül hát pacifikálnia, olyannyira, hogy aztán későbbiekben majd visszavásárolja 1463-ban a koronát Mátyás, és akkor már aztán lehet rendes koronázást is tartani, nem úgy, mint 1458-ban. Van még egy másik forrásunk is, ehhez kapcsolódóan szintén Túróczi krónikájában, csak hogy teljesebb legyen a kép, hogy milyen helyzetet örököl itt Mátyás. Ugye végül azok ellen a csehek és lengyelek ellen fordította a kardját, akik, mint fentebb elmondtuk, rablásaikkal és gyűjtogatásaikkal az országot szorongatták. Tehát csehekről és lengyelekről szól a forrás. Alapvetően, hogyha itt cseh és lengyel területen járunk, de leginkább ugye a cseh területekről van szó, hát itt alapvetően arra kell gondolni, hogy ebben az időszakban, ugye már a 15. századtól kezdődően ezen a vidéken igen elterjedt lesz a huszitizmus, a huszita irányzat, és ennek is egy radikálisabb változata itt Zsiskra vezetésével, és bizony Mátyásnak több szempontból kapóra jön a huszita kérdés, egyfelől például itt, amikor ezt a területet, az ország északi területét tisztítja meg ezektől a betörésektől. De a huszita kérdés még a későbbiekben is elő fog persze jönni, ami aztán majd okot fogok adni Mátyásnak arra, hogy különböző külpolitikai akciókba kezdjem. No, és van egy következő forrásunk még, ami fontos lehet itt a hatalomra kerülés szempontjából, ez pedig egy fénykép, vagy hát pontosabban egy kép, egy metszet, ő pedig nem más, mint Szilágyi Mihály, aki Mátyás hatalomra kerülése szempontjából egy nagyon fontos személyiség, hiszen ő ugye, mint kormányzó támogatja Mátyásnak a hatalomra kerülését, de aztán végül is ő is kegyvesztett lesz, és aztán őt is bezáratja Mátyás, és a végén pedig a déli végekre küldi el, hogy harcoljon a törökkel. A hatalom megszilárdítása után a következő feladatunk az volt, hogy azt nézzük meg, hogy milyen reformokat eszközöl Mátyás, a belpolitikája hogyan alakul. És ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok olyan változás van Mátyás uralkodásánál, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, ami újat jelent a középkori Magyarországon. Alapvetően három dologról lehet itt beszélni. Az első dolog az mégiscsak az, hogy hogyan teremti meg a pénzügyi hátterét az egésznek. A második dolog emellett a közigazgatási reform, és az, hogy milyen embereket fog ültetni különböző pozíciókba. Itt is újat hoz Mátyás. A harmadik pedig, amiről mindenképpen meg kell emlékezni, az pedig a hadseregreform, az új hadsereg, amit ugye mindenki ismer, a fekete seregnek a létrehozása. Én azt javaslom, hogy kezdjük akkor azzal a résszel, ami megadja az egésznek a financiális hátterét, ami lehetővé teszi gazdasági szempontból a reformoknak a létrejöttét. Ez pedig nem más, mint az adópolitika, amely teljesen új alapokra helyeződik itt Mátyásnál. És nézzétek meg, ugye itt látható ezen a diagramon Mátyás adóbevételeinek az összessége. És ami rögtön szembetűnő, az a jobbágyi adó mértékének az óriási jelentősége, hiszen gyakorlatilag a felére növekszik a jobbágyi adóbevétel. Ez hogy lehetséges? Egyrészt úgy, hogy bevezeti ugye a kapuadó helyett, ami már Károly óta középkori adó volt, a füstpénzt, innentől kezdve minden családnak fizetnie kell. Másrésztről pedig ott van egy másik adó, nem? Ez pedig a rendkívüli hadiadó, amelyet nagyon sokszor kell fizetnie a magyar parasztságnak. Ha megnézitek, akkor persze vannak olyan adónemek, amelyek már korábbról is ismertek, és itt is vannak. Ugye ilyen a 30-advám például, ami jelen van, ilyenek például a különböző monopóliumokból származó adónemek, például itt a só jelenik meg, vagy például a városok adója. Nagyon sokszor azt csinálja egyébként Mátyás, hogy annak érdekében, hogy például a 30-ad az így ilyen, hogy a különböző mentességeket, azokat eltörője, fogja és hát más módon kezdi el beszedni az adókat, hogy minél több bevételre tudjon szert tenni. És igazából az adóbevételek összessége tehát az, amely megteremti a pénzügyi hátteret a közigazgatási reformhoz is.
Na most mit kell csinálni? Ugye, ha az ember átvesz egy ilyen helyzetben egy országnak az irányítását, akkor nyilvánvalóan az első feladat, hogy olyan embereket kell odaültetni magam köré, akik hozzám hűségesek. Ezt hogyan lehet elérni? Adományozok nekik mondjuk földet, és ezzel őket végül is lekötelezetté teszem irányomba. Ezt csinálja egyébként Mátyás is. Alapvetően köznemesi, polgári származású embereket emel föl, és vesz maga mellé a bárói családokkal szemben, és helyez előtérbe. Ilyen lesz Vitéz János például, akinek fontos szerep jut majd a királyi kancellária élén. És ilyen ember például Bakócz Tamás is, aki egészen az esztergomi érseki székig vitte. Egy negyed századon keresztül ő tartotta kezében az ország gyeplőjét. Bíboros volt és konstantinápolyi pátriárka, esztergomi érsek, emellett püspök is néhány egyházmegyében, koronaőr és főkancellár, és eséllyel pályázott a pápai trón elnyerésére is. Mindvégig büszkén vallotta, hogy egészen alulról indult, és szegény házból magasztalta fel a gondviselés. Csak ugyan jobbágynak született a Szatmár megyei Erdődön az 1440-es évek elején. Erdődi Tamásnak írta magát mindig. Apja alig, hanem kerékgyártó volt. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a később kapott címer egy kerékből kinövő szarvast ábrázol. A nemességet és a címert a bátyja szerezte, a tehetséges és a jelek szerint imponálóan józan gondolkodású és nagyvonalú Bálint, aki iskolát végzett, pap lett és lelkész a Hunyadiak baráti köréhez tartozó Ország Mihály udvarában. A belpolitikai reformok után a következő nagyon fontos szempont ugye a külpolitika és a külpolitikai törekvéseknek a föltérképezése. Alapvetően ugye a nagy kérdés az, hogy itt van Magyarország egyrészt ugye a Német-Római Császárságtól keletre, illetőleg hát a török veszély délről már igen akut módon jelen van, hiszen Mátyásnak magának is a törökkel szemben meg kell küzdenie. Az a feladatunk, hogy azt nézzük meg, hogy Mátyás hogyan pozícionálja saját magát, illetőleg az országát ebben a két kérdésben. Az első forrás egy hadtörténész tanulmányából származik, amely alapvetően elmondja nekünk végül is azt, hogy mik a főbb jellemzői Mátyás külpolitikájának. Ugye ott kezdődik, hogy Mátyás stratégiája, tehát a törökkel szemben védekező, nyugat, illetve észak felé támadó jellegű volt, és ez adja meg az alapvetést tehát, hogy van egyfelől egy offenzív politika nyugat felé és észak felé, ugye a Német-Római Császárság felé, és van emellett egy defenzív politika, ez pedig a törökkel szembeni politika, és akkor ennek a miértjét kéne fölfejteni. Összesen három nagy hadjáratot vezetett a törökök ellen, ugye itt mutatja is az évszámokat, mind a három csak ellentámadás volt, tehát látszik azt, hogy tényleg defenzíváról van szó, tehát ő nem támadóként lép föl, és aztán pedig a legnagyobb török elleni győzelem a kenyérmezei diadal, ugye 1479, erre majd még ki fogunk térni, ez pedig az Erdélybe betört rablóhadsereg megsemmisítését eredményezte. Hadjáratainak célja mindig a határvidék biztosítása. Ugye ez is nagyon lényeges, tehát, hogy arról van szó, hogy a végvárrendszer és a végvárvidéket kell a törökkel szemben biztosítani. Ugye, és itt mutatja utána a forrás, hogy 1463-ban és 1476-ban van kettő várfoglalás. Ugye 1463 ez Jajca, Jajca vár ugye nagyon sokszor előkerül egyébként. A másik pedig ugye ez a 76-os pedig Szabács várának a visszafoglalása. Ugye Mátyás egyébként azt mondja, hogy a törökkel mindaddig nem szabad és nem lehet megütköznie, még az egyébként oly hatékony és ütőképes fekete seregnek sem, ameddig egyfelől a török túlereje az egyértelmű, másfelől pedig ő csak úgy lát, csak úgy tart elképzelhetőnek egy török elleni támadást, hogyha az egy nagyobb keresztény összefogás gyanán történik meg, amiben természetesen a magyar állam is kiveszi a részét, de a magyar állam önmaga nem képes a törökökkel szemben egy hatékony háborút megvívni. Itt egy pat helyzet áll elő ennek megfelelően a déli területeken. És akkor nézzük meg, hogy mi a másik irány, hiszen mégiscsak ugye, ha itt egy defenzív politika van, akkor mi az offenzív politika irány? Ez pedig a következő forrásunk,
és az egyik legemblematikusabb pillanata a Mátyási külpolitikájának. Ez Jakob Uresztől egy osztrák krónikából való forrásunk. Következő, a bécsiek 1485 úrnapján adták át a várost a királynak, tehát ugye nem történik más, mint hogy Mátyás elfoglalja Bécs városát. Amikor a király bevette a várost, nagy dicsőség és örvendezés közepete lovagolt be, és aztán pedig egy trónt is készítetett, egyébként át is teszi a székhelyét ő majd ide, és a bécsieknek mind esküt és fogadalmat kellett tenniük, hogy úgy engedelmeskednek neki, mint saját uruknak. Bécs elfoglalása része egy nagyobb politikai vállalkozásnak, hogyha a Mátyási külpolitikáról beszélünk, hogy mi ez a nagyobb külpolitikai vállalkozás, ez nagyon szépen látszik egyébként a térképen is, amit pillanatok múlva itt látunk magunk előtt, hiszen ha megnézitek, hogy Mátyásnak van egy nagy álma, ez pedig nem más, mint a német-római császári címnek az elnyerése. Harmadik Frigyes után majd ő lesz a német-római császár. Ehhez mit kell tenni? Ehhez lesz nagyon fontos, ugye Bécsnek az elfoglalása 1485-ben, de még fontosabb egy másik vállalkozás, ez pedig ugye itt a cseh és morva területek ellen való küzdelem, ugye egy Podjebrád György hát huszita uralkodó ellenvezetett keresztes hadjáratról van szó, és próbálja megszerezni Mátyás a cseh királyi címet. Amint itt látjuk egyébként, ugye itt ezek a rózsaszín területek jelölik azt, hogy milyen területekre tesz szert Mátyás. Csehországot ugye nem szerzi meg, de látjátok Morvaországot és Sziléziát, igen. A cseh királyi címet is megkapja párhuzamosan egyébként, tehát nem ő kapja meg ezt egyedül, de végül is az egésznek a vége az lesz, hogy neki nem sikerül megszerezni a német-római császári címet, bármennyire is vágyakozik rá, Miksát fogják megválasztani. És akkor térjünk vissza, ugye ha már itt van a térképen, nagyon szépen látszik, amely várakról itt beszéltünk, ugye itt van Szabácsvára, a török ellen ugye megszerzi tehát ezt Mátyás, illetőleg nem szabad megfeledkeznünk ugye az egyik legnagyobb ütközetről, ez pedig nem más, mint 1479-ben a kenyérmezei ütközet, ahol maga Kinizsi Pál is nagyon fontos szerephez jut. Kenyérmező nevű sík területen ütött tábort október 13-án a foglyokkal és zsákmánnyal megrakott, ezért nehézkesen mozgó török sereg, és Kinizsi meg Bátor is felállította velük szemben a sokkal kisebb létszámú csapatait. Bonfini nem sokkal az ütközet után szemtanúkra és résztvevőkre hivatkozva írta meg, hogy hogy is zajlott ez a bizonyos kenyérmezei csata. A törököknek az első támadásukkal sikerült megbontaniuk az erdélyi sereg rendjét, amihez az is hozzájárulhatott, hogy Báthory leesett a lováról, és ez nyilván kisebb pánikot okozott. De nem sérült meg súlyosan, tudta folytatni a harcot, és tartotta a derékhadat mindaddig, amíg Kinizsi a nehéz lovassággal oldalba támadta a törököket. Az egykorú leírások szerint a két kezében két karddal vett részt Kinizsi a küzdelemben, amely estére a törökök szétszórásával és a foglyok kiszabadításával ért véget. A csatát követően pedig, a legendák így mondják, a foga közé kapott egy török foglyot Kinizsi, és úgy ropta a győzelmi táncot. Mátyás tehát ugye létrehoz egy meglehetősen centralizált államot, amely nagyon sok szempontból az ő személyhez kötődik. A nagy kérdés ilyenkor mindig az, hogy ha az uralkodó meghal, az adott uralkodó, akkor az a rendszer, amit ő kiépített, az a továbbiakban működik-e. És hogyha a következő forrásunkat nézzük, ugye ezen a képen magát Korvin János látjuk, aki az utódjelöltje Mátyásnak, ugye egy bécsi polgárlánytól születik ez a gyermek, és őt jelöli ki utódául. De aztán ugye 1490-ben, amikor Mátyás meghal, mégsem Korvint fogják megválasztani, hanem második Ulászló lesz ugye Magyarországnak a következő uralkodója, és egy új időszak, ugye a Jagelló korszak veszi kezdetét Magyarországon. A következő uralkodó, amikor a hatalomra kerülök, ugye az egyik nagyon fontos kitétel az lesz, hogy rendben lehetsz uralkodó, de úgy nem, ahogy Mátyás tette ezt korábban, nem lehet ilyen központosított módon uralkodni. De ehhez kapcsolódik, hogy persze a közvetlen utókor hogyan nyilatkozik Mátyásról. Nyilván a főurak nem akarnak Mátyáshoz hasonló uralkodót, viszont a későbbi korokban a Mátyásról alkotott kép az igen érdekes, hiszen egy nagyon kettős kép alakul ki, bár a köztudatban leginkább ugye Mátyásnak a pozitív attribútumai ismertek. A következő forrásunk a 16. századból való, ami Mátyásnak a megítéléséről ad egy képet, és hát persze itt az évszám nagyon beszédes,
Ugye éltében mind az egész ország reákiált vala Mátyás királyra, hogy felette igen tehetetlen vala megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal, nagy rovásokkal. Ugye erről beszéltünk, különböző adóterhekkel. De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsérni kezdé őtet, ottan megelevülnének a törökök is, és az ország egyik nyavajából a másikba essék. És aztán megy tovább a forrás, ugye akkoron kezdének mind az emberek mondani, de csak élne Mátyás király, bár minden esztendőben 7-szer róná meg az országot. Ugye, tehát ez 1575-ben járunk, ugye a 16. század második harmadában, ugye a török itt van már Magyarországon, egy fél évszázada gyakorlatilag, és innentől kezdve ugye meghal Mátyás oda az igazság, és nincsen Mátyás után senki, aki hatékonyan szembe tudott volna szállni a törökkel szemben. És hát persze, nagyon szépen látszik ebből a forrásból is, hogy ilyenkor már ugye hát visszasírják Mátyás uralkodását és Mátyás királyt magát. Nézzük meg azt, hogy a különböző már-már legenda számban menő vélemények mennyire igazak Mátyás királlyal kapcsolatban. Kényesebb, szebb kutyája mindenkinek lehet, de jobb? Nem igen. Ez az ember kész odaadni darabját 10 aranyért. Alkalmi vétel, uraim. Csupán magamnak 2 veszek. Isten áldja meg, felséges uram. Az igazságos uralkodó, aki a hatalmaskodókat megleckészteti és a szegények mellé áll, tudjuk, nem csak Mátyás királyhoz kapcsolódó képzet. Magyarországon is, hogyha ilyen uralkodót keresünk, tudnunk kell, hogy először nem Mátyás király körül alakult ki ez a legendakör, hanem Nagy Lajos, Anzsú Nagy Lajos körül, és tulajdonképpen az ő legendakörét örökölte meg Mátyás. Mátyás is, Nagy Lajos is tulajdonképpen azért kerülhetett egy ilyesfajta legenda középpontjába, mert hogy az életükben meglehetős erős hatalmat gyakoroltak, fönntartották a rendet, és a haláluk után nagy zavarok keletkeztek. Ez a két tény együttesen alkalmas volt arra, hogy megteremtse az igazságos, a jó, a sírba távozott nagy uralkodó, és egyszer s mind a szegényeket gyámolító uralkodó képzetét. Egyszer szabadságos huszárnak öltözött Mátyás király, és úgy vágott az Alföldnek akár más katona, aki öreg szüléjéhez iparkodik. Csak hogy ő az igazság után gyalogolt, ami árruhában gyakran könnyebben utolérhető, mint királyi palástban. Az árruhában járást, amely Harun al-Rashidtól II. Józsefig egy sor uralkodókhoz hozzákapcsolódó képzet, nem tudom pozitíven megerősíteni. Amennyire ez történelmi forrásokból visszakövethető, Mátyás királyról egyetlen hiteles beszámoló maradt, amikor civilben volt, amikor Szabács várát ostromolta és közkatonaként tartott felderítést a törökökkel szemben. Mátyás maga is gerjesztette ezt a propagandát, mert hogy a reneszánsz uralkodókhoz hasonlóan, a többi reneszánsz uralkodókhoz hasonlóan, már Mátyás is felfedezte azt, hogy a népnek, illetve a közvéleménynek valamiféle szerepe lehet abban, hogy az ő uralkodói képe hogyan alakul a jelenben, majd azután a jövendőben. Jó házőrző kutya, nagyságos uraim! Csak udvari uraknak a fajtiszta alföldi emekből! Egyszer volt Budán kutyavásár. Csak egyszer. Ugyan a tételnek nem része, de mégis ugye úgy szerepelt a kiírás, hogy mutassa be Mátyás a reneszánsz uralkodót, tehát mégis csak érdemes lenne egy-két szóban kitérni arról, hogy mit is jelent Mátyás, mint a reneszánsz uralkodó. Van egy forrásunk itt, ami Budát mutatja Mátyás korában. Ugye itt igazából, ami számunkra most jelen pillanatban fontos, hogy megtörténik Budának a reneszánsz átalakítás, és valóban Mátyás korában Budavára, ez a királyi székhely, európai szerte is párját ritkítja, egy nagyon fontos, reprezentatív központ jön létre, de hát persze emellett ott van még ugye Visegrád, a királyi palota, amelyet a mai napig meg lehet tekinteni. Tehát nagyon szépen mutatják ezek az épületek a reneszánsz stílus megjelenését, és ehhez kapcsolódik Bonfini szövege, ami pedig ugye leírja azt, hogy mi is történik itt. Nyilván ez részben ugye a
Mátyás felesége révén, ugye Beatrix révén érkezik többek között. Ugye a szitja szokások közé itáliaiakat iktatott be, megkedveltette az itáliai étkezés, és akkor itt sorolja Itáliából festőket, szobrászokat, vésnőket, stb. Hoz be az országba. És utána pedig ugye jöttek Itáliából konyha és gyümölcskertészek, színészek, bohócok, fuvolások, dudások, költők, szónokok, lehet még sorolni, akik ide érkeztek Magyarországra, és ebből látszik az, hogy ez egy kulturális hát, felívelés, illetőleg egy nagyon felpesdülő időszak Magyarországon, amit a Mátyás reneszánsz udvarát jelenti. Természetesen ma sem mehetünk úgy el, hogy nem vetnénk egy pillantást azokra a szakszavakra, amelyeket mindenképpen érdemes beépíteni egy ilyen feleletbe. Jövő héten újra találkozunk, addig is kövessetek minket a honlapon, kövessetek az Instagramon is, ne felejtsétek, hogy a nava.hu-n megnézhetitek az összes régi adást, készüljetek az érettségre, találkozunk tehát a jövő héten, sziasztok!